teljesen mindegy, hogy oltatsz-e vagy sem. Isten nem akarja, hogy oltass. A vakcina nem tőle van. Mindazonáltal fontos egyértelműen kijelenteni, hogy nem az a legfontosabb kérdés, hogy oltatsz-e vagy sem. És nem csinálhatunk vallást sem az oltásból, sem az oltás megtagadásából. Nem hitethetjük el senkivel, hogy akkor dönt jól, hogyha az oltást választja. De azt sem hitethetjük el senkivel, hogy akkor dönt jól, ha megtagadja az oltást. Kedves agatók, ebből a kérdésből vallást csináltunk, és az embereknek a figyelme a legeslegfontosabb kérdésről és kérdésekről átterelődött erre a nonsense kérdésre. Mert a legfontosabb kérdéshez képest ez egy nonsense kérdés, nem életbevágóan fontos kérdés, kedves agatók. Nem szabad senkivel sem ejtetni, hogy akkor dönt jól, hogyha az oltást választja, de az sem, hogy akkor dönt jól, ha megtagadja az oltást. Egyesek arra büszkék, hogy felvették az oltást, ugyanígy mások arra büszkék, hogy megtagadták az oltást, mind a kettő büszke saját magára, az ő döntésére. Emberek, nem az oltás felvételének vagy megtagadásának a kérdése az Isten. Istent csináltunk ebből az idióta kérdésből. Vegyük már észre, hogy istenítjük ezt a kérdést, hogy oltakozzunk, vagy ne oltakozzunk. Nem az oltás felvételének vagy megtagadásának a kérdése az Isten, hanem az, aki Jézus Krisztus élete és beszéde által kijelentette magát. Ez a kérdés nem lehet Isten, márpedig sokak számára ez a kérdés az Isten. Nagyon sokan e kérdés körül forgatják a gondolataikat már 2 éve, és mi is belestünk ebbe a csapdába. Elég mélyre kerültünk. Ráadásul. Ne értsen félre senki, én nem tagadom meg az eddig elhangzottakat. Nem fogok oltatni. Ha Isten megsegít, nem fogok oltatni. Hogyha 6 gorilla nem fog meg, és 7. nem nyomja be a seggembe az oltást, én sem fogok oltatni. De van rosszabb dolog, mint az oltás. Van rosszabb dolog, mint a Covid propaganda. És pedig az, hogy bálványt csináltunk ebből a kérdésből, Istent csináltunk ebből a kérdésből, oltatni vagy nem oltatni, tök mindegy. Tök mindegy. A legeslegfontosabb kérdéshez képest ez a kérdés teljesen jelentéktelen, fölösleges, időpazarlás, tékozlás. Nem az oltás felvételének vagy megtagadásának a kérdése az Isten, hanem az az Isten, aki Jézus Krisztus élete és beszéde által kijelentette magát nekünk tévelygőknek, hogy meglássuk a világosságot, és elinduljunk a világosság felé, megszabaduljunk általa. De mi mégsem azzal foglalkozunk, hanem az, hogy hány százalék oltott, és hány nem oltott. Rengetegen vannak, akik be vannak csapva azáltal, hogy jól döntöttek, mert megtagadták a mérget. Emberek, Jézus idejében nem volt vakcina, nem volt oltás, nem volt Covid. Mégis rengeteg lélek került a feneketlen szakadékba, ahogy ő fogalmazza, a gyehenna tüzére. 2 éve még nem volt Covid, mégis gyógyíthatatlan betegségek vettek véget nagyon sok ember életének. Emberek, vigyázat! Bálványt csináltunk az oltani vagy nem oltani kérdésből, pontosan mint Shakespeare, lenni vagy nem lenni, oltani vagy nem oltani, emberek, ez a kérdés jelentéktelen. A legeslegfontosabb kérdése, nem tudjuk a választ, teljesen mindegy, oltással vagy annélkül, tök mindegy. Sőt, én azt mondom, hogy ha a legeslegfontosabb kérdésre nem tudod a választ, akkor inkább oltass, sokkal jobban jársz, mert amíg a földön vagy, legalább addig ott el leszel valahogy. Élvezkedni fogsz, mensz strandra is, lesz zöld kártyád mindenhova.
Tesztel együtt persze. Vigyázat, emberek, vigyázat, figyelem! Bálványt csináltunk az oltani vagy nem oltani kérdésből. És a legfontosabb kérdéseket továbbra is figyelmen kívül hagyjuk. Milyen a szívünk állapota? Milyen a szíved állapota? Kinek a szava az Úr a mi életünkben? Ki dirigál neked? Ki irányít téged? Kinek a szava az Úr a te életedben? Az emberek szava, vagy Isten szava? Ki irányítja a gondolkodásunkat? Ki irányítja a gondolkodásodat? Az emberek, vagy Krisztus beszéde? Ezek a legfontosabb kérdések. Ezek a kérdések nincsenek letisztázva egy embernek az életében. Plusz még az, hogy kinek a kezébe helyeztem az életemet, a sorsomat, a családom sorsát. A magam kezébe, a tudomány kezébe, vagy az élő Isten kezébe, aki kijelentette magát Jézus által, az ő élet által, az ő szavai által. Hol van a mi életünk? Kinek a kezében? A világ kezében? A világi gondolkodás kezében? A fenevad kezében? Vagy Isten kezében? Ez a legfontosabb kérdés. Ha a lélek nem fordul vissza a teremtőjéhez, és nem kéri személyesen tőle, hogy megtisztítsa őt, az ő szívét, teljesen mindegy, hogy a feltételezett vírustól fog-e elpusztulni, vagy annak feltételezett ellenszerétől, az oltástól. Mindegy, emberek. Hogy kiüt el a villamos-e, vagy a vonat, vagy a repülőgép, teljesen mindegy. Ha egy nagyobb vasdarab keresztül megy rajtam, akkor nekem mindegy, hogy ez a vas rozsdás fut, vagy nem volt rozsdás, vagy 5 tonnás volt, vagy 50 tonnás, teljesen mindegy. Megöl engemet. Érthető? Ha a lélek, te mint lélek, nem fordulsz vissza a teremtődhöz, és nem kéred személyesen tőle, hogy megtisztítson téged, megtisztítson a lelkedet, teljesen mindegy, hogy a feltételezett vírustól fogsz-e elpusztulni, meghalni, vagy annak feltételezett ellenszerétől, az oltástól. Tehát nem az a legfontosabb kérdés, hogy oltással vagy anélkül, hanem az, hogy Istennel vagy nélküle. Jézus Krisztus beszéde, ugye, főképp mivel, hogy itt élünk egy keresztény társadalomban, ugye, amelynek az alapja elméletileg Jézus Krisztus tanítása. Kérdés az, hogy Istennel vagy nélküle. Nem az, hogy oltással vagy annélkül, Istennel vagy nélküle. Jézus Krisztus beszéde, vagy az emberek beszéde? A Facebook beszéde? Emberkövetés, vagy Krisztus követés? Ez a legfontosabb kérdés, emberek. Ha ez a kérdés nincsen letisztázva egy embernek az életében, annyira mindegy, hogy oltat-e, vagy nem oltat, mint... Nem is tudom, hogy mihez hasonlítsam. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Annyira mindegy, mint hogyha azon arról kéne dönteni, hogy valaki az északi sarkon fog egyedül lakni, hátralévő életében, vagy pedig a déli sarkon. Teljesen mindegy. Mind a két helyen jég van. Nem az a legfontosabb kérdés, hogy oltással vagy annélkül, hanem az, hogy Istennel vagy nélküle. Jézus Krisztus beszéde, vagy emberek beszéde, a média beszéde, a Facebook beszéde, YouTube beszéde, az összeesküvés elméletek beszéde, a 4 orvos beszéde. Ez a kérdés. Emberkövetés, vagy Krisztus követés? A keresztény szó jelentése az, hogy Krisztust követő. Tehát akkor most valaki keresztény, aki ezt hallja, vagy nem keresztény? Hogyan követhetné bárki is azt, akinek a szavát nem is ismeri, és nem is akarja megismerni? Emberkövetés, vagy Krisztus követés? Figyelem, drága embertársak, senki se csapja be magát, mert az oltás senkit sem véd meg a haláltól és a kárhozattól.
Ugyanígy önmagában az oltás megtagadása sem véd meg a haláltól és a kárhozattól. És a pokolban bőségesen van hely, úgy az oltottaknak, mint az oltatlanoknak. Ugyanúgy a mennyek országában is. Hogy Istentől van-e az oltás, ő akarja egy oltas, teljesen biztos, hogy nem. Teljesen biztos, hogy nem. Oltas vagy ne oltas. Ha emberektől kapod a választ erre a kérdésre, valaki embertől, vagy a YouTube-ról, vagy valamelyik orvostól, alternatív gyógyásztól, tehát hogyha emberektől kapod a választ erre a kérdésre, hogy oltas vagy ne oltas, akkor biztos lehetsz abban, hogy neked teljesen mindegy, hogy oltatsz vagy nem oltatsz. Nagyon kemény. Tudom, hogy durva, tudom, hogy ellenszenvet vált ki több hallgatóból is ez a kijelentés. Mert az igazság, ugye, abban megütközik az ember. De fontos tudomásul venni azt, hogy ha emberektől származik az én válaszom arra a kérdésre, hogy oltassak-e, vagy ne oltassak, akkor nekem teljesen mindegy, hogy oltatok, vagy nem oltatok. Mert én még mindig a kanibálok biztonságát élvezem. A kanibálok nyújtotta biztonságot élvezem. A gyilkosok és a rablók nyújtotta biztonságot élvezem. Az álbiztonságot. És nem az Isten nyújtotta biztonságot, az oltalmat, nem az ő oltalmát. Oltas vagy ne oltas. Ha személyesen Isten szavától kapod a választ erre a kérdésre, a feltámadt és ma is élő Jézus Krisztustól, biztos lehetsz abban, hogy helyesen döntöttél. Ennyi. Ez a garancia. Nincs semmi más garancia, emberek. Az ég adta világon semmi más garancia nincsen. Bizonságot teszek arról ebben a felvételben, ebben a hangjegyzetben, hogy ahogy 2000 évvel ezelőtt Jézus meggyógyította a leprást az ő betegségéből, úgy ma is megszabadítja a megtévesztett embereket a szérum mellékhatásától. Kitisztítja a vérükből a mérget, ő képes erre, és megtette, tudomásunk van arról, hogy megtette, és ezután is megteszi. Azokkal a személyekkel, akik csalódva az emberek szavaiban, megtört szívvel, alázattal, személyesen hozzáfordulnak gyógyulásért, egészségért, a lelki halálból való feltámadásért. Tehát nem az a legfontosabb kérdés, hogy oltass, vagy ne oltass. Nem az a kérdés, hogy oltással, vagy annélkül, hanem az, hogy Krisztussal, vagy Krisztus nélkül. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.